amikor gyönyörű májusi napsütésben a tiszta zöldben játszó Rábeltó útjára indította a labdát, míg nagyon kevesen gondolták volna, hogy gól utáni újrakezdéshez ezen az estén nem állnak fel a csapatok. Pedig az ötödik percben Mörtelnek már lehetősége lett volna rá, de kivárt, és így csak szöglet lett a dologból. Farkas rúgja be a labdát, átszáll mindenki feje fölött, Csernák nyargalhat érte, középre kanyarintja, a védők felszabadítanak, Farkasig. Ő addig térül fordul, még lövőhelyzetbe kerül, de ez Gulyás könnyedén védi. Egy perc múlva Pecsics óriási hibájából csak nem gólt szerez a Békés Csaba. Nagy beadása. Elmegy a lábak előtt. Ismételhet. Mikja fejese, Huszár üggyel bajjal összeszedi. Az első negyed óra végén Farkas, Vajdeán, középen Mörtel mutatja magát, kapja is a labdát, lő, de ringpartkezdő már lestjelzett. Kevéssel ezután a Békés Csaba jut lehetőséghez. Mikja labdával, lövés az oldalhálóba. 34. perc. Bordás szóló. Egy láb. Még egy láb. Lövés helyett beadás, mindenki előtt elmegy a labda, és a Békés Csabaiak fel tudnak szabadítani. Majd Bordást vágják fel. A szabadrugás után Farkas, néhány csel után Vajdeánt választja, 19 méterről lő, kapufa, még mindig ott van. Petres, Mörtel, Farkas sem tud gólt szerezni, 0-0 a fél idő. Fordulás után Csíkós beadása okoz gondot a csabai védelemnek. Kifejlik a labdát, Mörtel toldja meg, majd ismét egy felszabadító fejes, a labda szinte megszarad a levegőben, csertői lő, szép lövés, de éppen Gulyás kezéből. Egy perc múlva, Bordás a labdával. Farkast választja. Ő is lövéssel kísérletezik, az irányzékkal baj van. 3 perc múlva Csernák a labdával, Mörtellel kényszerítőzik. Majd ismét Farkas, Mörtel, még mindig ott pattog, Csernák veszi merre, aztán fölé emel. Farkas szöglete jön befelé, nagy birkózás, Bordás verekszi ki magának a labdát, középre ível, csertői fejese, Gulyás valamiért nagyon mérges. Ismét Bordás szerez labdát. Hoppá, Csanálosi. Ez nem labdára ment. Örülhet, hogy csak sárga. A Békés Csaba a második félidőben derekán jön át először az Eto tér felére. És csak nem bánja. Bordás hozza ki a labdát. Ügyesen szökteti Farkast, aki felnéz, és 40 méteres keresztlabdával futtatja a fiatal Csernákot. Neki még arra is van ideje, hogy megnézze, hova adja, aztán gyatrán a kapu mögéivel. Támadásban marad a Rába. A sokat mozgó Bordáshoz száll a labda, a középre ívelés Mörtel felé száll, csertői elé kerül, lőhetne, de Hartmann partjelző határozottan lestítél. Az Eto a találkozó hátralévő részében mindent egy lapra feltéve rohamozott, de gólra már nem futotta az erejéből. Bár Bordás még próbálkozik egy beadással, a labda mindenki előtt elsuhan, és felszabadítanak a csabaiak. Röviddel a vége előtt, aztán majdnem csípős lett a paprikás. Mikja erőteljes fejesét azonban Huszár a gólvonalon megfogja. Végre